Start. Starter indult a 2020-as Pulai Kornél emlékverseny, remekül kezdett autó starttal Gideon Hárenka, de a falon Mirondola Lux is nagyon-nagyon szaporánza, Aileron is nagyon jól veszi az első 200 métert, és talán próbál majd Pap Istvánnal lecsukni, de egyelőre Hajnal Tiborra Gideon Hárenkái a far mellette, tehát Aileron, mögöttük a koreánök, Mirondola Lux ott van a harmadik pozícióban, mellé Superbus zárkózik, újra Zédi Giri Fáko, illetve Alexander Uher egyelőre a mezőny végén. Hát természetesen a klasszisok nagyon jó tempót diktálnak, és Gideon Hárenka iramára még Aileron rá tud tenni egy lapáttal, és ha nem is könnyen, de úgy tűnik azért csak-csak le tud majd csukni. Vezet, tehát most már Aileron mellé könnyen lehető Superbull fog itt az első egyenes közepén felzárkózni. A falon bent mögöttük Gideon Hárenka egyelőre a harmadik zárkózóban Zidi Giri Fáko, Mirondola Lux, illetve Újráz, a sort egyáltalán nem kiszakadva Alexander Uher zárja. Aileron, illetőleg Superbull kettőse hozta a mezőny, tehát most már kettősről nem beszélhetünk, hiszen Superbull nagyon erős volt itt a tribün egyenesbe, és elszáguldott az addig vezető Aileron mellett, előnyét pillanatok alatt egy olyan 2,5 hosszra növelte vele szemben. A harmadik helyen Gideon Hárenkát láthatjuk közlekedni Zildi Giri Fálkó társaságában, tehát nagyon jó pozícióban van, Zildi Giri Fálkó hátán pedig Újráz, ment a falon Million Dollar Lux, illetőleg a mezőny végéről megkezdte az zárkózást Alexander Uher, úgyhogy ő is itt az istálló egyenesben egészen biztosan javítani fog majd a helyzetén. Superbull vezet, Superbull most kapja meg a támadását Zildi Giri Fákónak, aki nagyon-nagyon-nagyon könnyedén üget el a fáradoló mellett, illetőleg vele Újráz tartja a lépést. Tehát élen van Zildi Giri Fákó, mögötte pedig Újráz közlekedik egy jelen pillanatban, illetőleg onnan a mezőny végéről próbálnak többen is kikerekedni. Alexander Uher is jó helyzet. Én az utolsó 400 méter Aileron teljesen megáll, és ez azért hatalmas meglepetés. Szétesik atomjaira a társaság, Zédi Giri Fáko előnye nagyjából másfél hossz, ott van mögötte Újráz a harmadik helyre, talán Alexander Uher jelentkezik be, de Mirondola Lux is szerezhet talán egy helyezést, a többiek pedig nagyon-nagyon fáradtan mozognak. Az utolsó 150 méter kezdetén, mint hogyha mi sem történt volna, Zédi Giri Fáko menetel a frontban, tetszés szerint növeli az előnyét, és úgy nyeri meg az idei Pulai Kornél emlékversenyt, ahogy csak akarja. Zédi Giri Fáko pályafutása 18. sikerét könnyedén aratja. Ez volt tehát a Pulai, mögötte Újráz remek versenyt futva, könnyű második, harmadik Alexander Uher, negyedik Mirondola Lux, ötödik Gideon Hárenka, utánuk Superbull és Aileron.